A Noé-hegyi Szent István Borlovagrend borászai sikeres esztendőt zártak. Az év első eseményén a Köfér Művelődési Házban került sor vincenapi vesszővágásra és a bormustrára, a borrendi tagok első találkozójára, amelynek keretében egy rangos szakértői grémium a tapasztalatok megvitatása mellett döntött az idei zászlós bor és a kísérő borok megválasztásáról is. A 2024-es zászlós bor választása történik most. Minden pincészetünk igyekezett elindulni a versenyen. Egy-két pincészet olyan szerencsés volt, hogy az elmúlt évben évvégére elfogytak azok a borai, amelyeket indíthatna a versenyen. Nincs még meg a palackozás. Volt egy kis malőr a Nébiknek a bevizsgálásával, emiatt egy-két bort nem tudtak palackozni. Úgyhogy ezt leszámítva szinte minden kisebb termelő, illetve nagy pincészet elindult. Zömében a fehér borokkal versenyeznek, hiszen a zászlós bor az hagyományosan a Noé-hegyi Szent István borrendnél csak fehér bor lehet. A zászlós bor rangja a borrend megalapítása óta töretlen, hiszen a szakmai csapat döntése nyomán a következő időszakban viselheti Székesfehérvár a királyi város bora címet is, és nem különben fontos a kísérő borok státusza sem. Dínyés Ferenc nagymester és borlovak társai minden esetre mindent megtesznek azért, hogy a nemes nedők méltóképpen képviseljék a királyi várost. A kollégák a 26 bort volt alkalmunk végigkóstolni, ennek a nagy része, közel 90%-a fehér bor volt, és nagyon-nagyon szép borokat kóstolhattunk, főleg a fehér bor szekcióban, hiszen ugye ez volt túlnyomó többségében a gerince a borversenynek. Egészen az illatos fajtáktól, egészen az olasz rizlingen, ezer, jón, zeniten át elég komoly felhozatalt tudtunk kóstolni. Hogy melyik borász büszkélkedhet ebben az esztendőben a zászlós bor címmel, és mely nemes nedük lesznek a kísérőborok, azt a Noé-hegyiek hagyományos februárban megrendezésre kerülő borbáljához a nyilvánosságra a borrend nagy tanácsa.